Intér. Szép játék, mint ahogy ez is. Hajnal. Hozza befelé egyelőre, megvárja Lackót. Lackó beívelése, és ott tehet a helyzet. Kezezést mutatnak a miéink. És 11-es! Így van! 11-est ad a játékvezető. Sárgás. 19. perc. Hajnal. Csak lehetőség maradt. Nem biztos, hogy ennél nagyobb. Majstorovic, Coman, szép indítás, Rudolf, üres a bal oldal, Rudolf, az is nagyon jó, Savic, gól! 44. perc vezetünk! Mekkora labdát adott Rudolf Savicnak, ez egy elképesztő indítás volt. A bal oldalon is jött valaki, de nem odatolta, hanem Savicnak. Megérdemelten vezet a magyar csapat. Ez az együttes, amely hihetetlen szívvel küzd, megérdemli, hogy vezessen, és egyáltalán nem volt les. Higgadtan Isaacson fölött Savic Imre. De legalább ekkora érdem Rudolf Gergelyé. Gyönyörűen érzéssel passzolja oda, hogy elérje még Savic a kapus előtt. Gyönyörű. Közben gólhelyzet, Elmander bepasszolja, és egyenlítenek a svédek. Wilhelmsson. Most kihagyott a védelem, sajnos. Varga. Ez így jó lehet, Stieber érkezik, Stieber! Üres a kapu, Coman! Fölé. És a közönség is hajtja előre a magyar csapatot. Emlékezzünk, ugyanez volt a helyzet 2009. szeptember 5-én, amikor egy-egynél mentünk előre, aztán jött egy hosszú passz, és Ibrahimovicra rárúgta, Babos majd bepattant. De mi lenne, ha most mi szereznénk azt a mindent eldöntő gólt? Itt van! Itt van! Rudolf! 90. perc! Priskin passza után! Nem lehet mindig nekik szerencséjük a végén! Rudolf is megérdemli a gólt, és Priskin mekkora labdát adott neki! Hát minden kívánságom így teljesüljön! Káprázatos pillanatok a Puskás stadionban! Két évvel ezelőtt Ibrahimovic hasáról bepattant. Most viszont egy gyönyörű akció után Priskin benéz, és Rudolf érkezik mintaszerűen. Tőle indul az akció. Priskin már várja. Hát ez parádés. És oda is rúgja, Rudolf pedig ballal be a kapuba. Zseniális gól. 2-1 Magyarország javára. Megérdemeljük! Egervári Sándor nagyon ritkán mutatja ki ennyire az érzelmeit a kapitány. Mellé! Hát most már nem létezik, hogy ne fújja le Damir Skomina. Beengedi még Pintért és Toivonent. 1995. április 26-án egy szintén sérülésekkel tűzdelt magyar válogatott győzett 1-0-ra a svédek ellen. 16 év után újra legyőzhetjük az északi válogatottat. Megvan! Megvan! 2-1 a magyar csapat javára! Elképesztő bravúr! És minden magyar játékosnak, az egész szakvezetésnek egy óriási gratuláció!